Dr. Kvek Péter, kecskeméti piarista öregdiák, a Magyar Köztársaság Buenos Aires-i rendkívüli és meghatalmazott nagykövete látogatott ma a Wojtyla Barátság központba. A nagykövetet szívélyesen fogadták, a megjelentek között volt dr. Salac László országgyűlési képviselő, Lévai Jánosné tanácsnok, Nyeste Pál piarista plébános és Balogh Károly helvéciai polgármester is. Kollát Andrea, a Wojtyla Barátság központ igazgatóhelyettese röviden bemutatta a jövőre 20. születésnapját ünneplő Wojtyla ház működését, majd Lévai Jánosné mondott köszöntőt, melyben üdvözölte a Kecskemétre visszatért diplomatát. Kiemelte a piarista oktatás színvonalát és az egykori piarista diákok világszerte elismert tevékenységét, mellyel öregbítik Kecskemét hírnevét. Lévai Jánosné köszöntője után dr. Kvek Péter előadást tartott, melyben felidézte fordulatokban gazdag életútját Miskolci születésétől kecskeméti piarista diákévein át, debreceni és bécsi egyetemi tanulmányaig, majd sokrétű diplomáciai szolgálatáig, melynek részeként többek között Pekinget és Kairót is megjárta.